Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Szent Mise áldozatot elhunyt Máriáért, élő és elhunyt családtagokért mutatom be. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmezz, Krisztus, kegyelmezz. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Könyörögjünk! Istenünk, Szent Zorád, András és Benedek, a te hívásodat követve a remetesség magányát választották, hogy a csendben, imádsággal és munkával tökéletesebben szolgáljanak neked. Közben járásukra adj segítségedet, hogy a világ változandóságai közepette is készségesen meghalljuk szavadat, és mindenben követhessük szent akaratodat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, jaj Asszíriának, haragom veszélyének,
az ő kezére bíztam fenyítő parancsomat. Elküldtem őt a hűtlen nemzet ellen, parancsot adtam neki a nép ellen, amelyre haragszom, hogy zsákmányoljon, fosztogasson, és eltapossa, mint az út sarát. De Asszíria téved, hogyha elbizakodik, és szíve egyre csak azon gondolkodik, hogy eltiporjon és kiírtson nem kevés nemzetet. Nagy gőgjében ugyanis így gondolkodott, mindez saját erőmből vittem végbe, és mindez bölcsességem műve volt, hogy országok határait tüntettem el, nagy fejedelmek kincseit raboltam el, és trónjaikról letaszítottam királyokat. A népek kincseire, mint valami madárfészekre nyújtottam kezem, és amint összeszednek elhagyott tojásokat, úgy szedtem össze én a földnek kincseit. Nem volt, aki mozdítani merte volna szárnyait, vagy csipogásra merte volna nyitni száját. Így szólt akkor az Úr: a fejsze vajon kérkedik-e azzal szemben, aki vág vele? Vagy nagyzol-e a fűrész azzal szemben, aki húzza azt? Talán bizony a vessző suhogtatja-e azt, aki fölvette, és a bot emeli-e az ember karját? Ezért az Úr, a seregek ura, sorvadással sújtja majd Asszíria hőseit, és emésztő tűzzel hamvasztja el gőgös dicsőségüket. Ez az Isten igéje. Urunk Istenünk, nem hagyja el az ő népét. Urunk Istenünk, nem hagyja el az ő népét. Uram, megalázzák népedet, sajolgatják örökségedet. Összegyed és jövevét megöllek, és az árvákat legyilkolják. Urunk Istenünk, nem hagyja el az ő népét. Azt mondják, az Úr ezt nem látja, ezt nem vesz észre járó Istenet. Értsétek meg végre, ti balgát a nép között, ti esztelenek, mikor tértek észre. Urunk Istenünk, nem hagyja el az ő népét. Aki fülettelen, az nem hallana, aki formálna szemünket, az ne látna, aki népeket fenyít, az ne büntetne. Ő, aki bölcsességgel oktatja az ember. Urunk Istenünk, nem hagyja el az ő népét. Az Úr nem taszítja el az ő népét, és nem hagyja el örökségét. Mert igazságos lesz az ítélet, és azt követi minden igaz szívű. Urunk Istenünk, nem hagyja el az ő népét. Alleluja. Alleluia.
az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, Jézus dicsőítésben fordul a mennyei Atyához. Atyának szólítja az Istent, így fejezi ki, hogy ő a fiú, aki teljes szeretet közösségben van az Atyával. Ez Jézus imáinak forrása és középpontja. Szerette a csendet és a magányt. A szent nyitrai remeték, akikre ma emlékezünk, Isten hívását követve a remetesség magányát választották, hogy csendben, imádsággal és munkával tökéletesebben szolgálják őt. Mi is a csendben halljuk, és ismerjük meg jobban saját magunkat is. A csend által nyílik lehetőség egymás kölcsönös meghallgatására és a teljesebb emberi kapcsolatra. A csend ezért is értékes, hogy a számtalan ösztökélés és nem igényelt válasz közepette az ember fölismerje, mi az, ami ténylegesen fontos. Ismerős a mondás, akkor beszélj, ha meg vagy győződve arról, hogy amit mondani akarsz, értékesebb a csendnél. A ma embere nagyon sokat beszél, és fölöslegesen beszél. És ez a sok és fölösleges beszéd fertőz bennünket, keresztényeket is. Némely emberből olyan szó zuhatag jön, hogy az ember alig tud ellenállni. Pedig mennyivel fontosabb és mennyivel értékesebb a csend. A kereszt csendjében Isten szeretete szól hozzánk. Ha Isten a csendben is beszél hozzánk, mi is beszélhetünk Istenhez, és Istenről a csendben. Szükségünk van arra a szemlélődő csendre, amelyen keresztül belépünk Isten csendjébe. Szent II. János Pál pápa a nyitrai remetékkel kapcsolatban fogalmazta meg. A mai időkben különösen nehéz megteremteni a pusztaság és a csend övezeteit, mert állandóan eltöltenek benneteket a munkátokkal járó bonyodalmak, az események egymásra torlódnak, túlságosan hatalmába kerít a tömegkommunikáció igézete, olyannyira, hogy a belső béke kerül veszélybe, és azok a magasabb rendű gondolatok, melyeknek az emberi létezést kellene jellemezniük. Próbáljatok
egy kis csöndet hozni életetekbe. Nehéz, de lehetséges megteremteni a pusztaság és a csend övezeteit. Fordítsatok időt, különösen esténként imádságra, elmélkedésre, arra, hogy elolvassatok egy-egy oldalt az evangéliumokból, vagy egy-egy szent életének valamely epizódját. Ilyen módon teremtsetek egy kis zugot, így teremtsétek meg magatok számára a pusztaság és a csend övezetét. Ehhez kérjük ma a szent remetéknek közben járását, hogy készségesen meghalljuk Isten szavát, és mindenben megtegyük akaratát. Elrejtve a bölcsek elől, feltárva a kicsinyeknek, vagyis azok láthatják meg, akiknek nyitott a szíve. A nyitott szív alázatos, szelíd, akárcsak Jézusé, csak tőle tanulhatjuk meg, figyelve az ő szent szívét. Mindenben ugyanúgy, mint ő, ez követésének titka. Békét, nyugalmat nem találsz soha a világban bízva. Gyors úton ígért boldogság elillan, ürességet ad, tartós örök boldogságot egyedül Jézus Krisztus ad. Nyáron pihenésre vágyva, feltétlen vidd magaddal őt, az év során munka közben szintén vele tarts pihenőt. Jézusban légy bölcs és okos, kérd, alakítsa szívedet, benne már most boldog leszel, áldott békéjét élvezed. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért szent fia életét áldozta. Krisztus egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat. Elhunyt testvéreinkért, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába jussanak, kérjük Urunkat. Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által. Áldott vagy Urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezésedből kaptuk a kenyeret, fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyered. Thank you.
ebből lesz számunkra a lélek itala. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadja, és legyünk kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet és vétkeimtől, tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Tekints kérünk, Urunk Istenünk, a néped üdvösségért fölajánlott áldozati adományokra. Általuk remélünk Szent András és Szent Benedek közben járására, a bűnöktől szabadulást és a szentek közösségébe való eljutást Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ím
íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mint örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. A mi Urunk Jézus Krisztus szent testének és vérének egyesítése szent áldozásban váljék lelkünk üdvösségére. Isten
báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg engem, az örök életben. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Segítsen bennünket az örök életre.
Könyörögjünk. Engedd, Urunk Istenünk, hogy a Te bölcsességed magunkhoz vett szentsége által, és Szent András és Szent Benedek védelmező támogatása révén a helyes mértéket megtartva élhessünk Krisztus a mi Urunk által. Legyen áldott a napotok, az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten.